Sziasztok, legjobbik, és elérkeztek a következő FIFA Ultimate Team videónkhoz. Ha jól emlékszem, itt hagytuk abba, elég valószínű, ugye megnyertük a 10. osztályt, ugye nem is akár hogyan, és igazából a 9. osztály első mérkőzését már toljuk is. És meg is van az első ellenfelünk, aki nem más, mint FC Smacek PL. Gondolom egy lengyel játékos ellen játszunk. Hát ez egy nagyon kezdetleges csapat. Elég rossz. Nagyon sokan mondtátok, hogy játszunk már draft játékmóddal is, és megnyitottok, mindenkit lesz. Csak hát majd egy picit később. Lehet, hogy még a hétvégén, lehet, hogy majd jövő héten, de lesz draft nyugalom. Na, kezdjük. Ott van! Ez az! Staric, 1-0, BOOM! Aztán csodálkozzuk, hogy miért nincsen hangom FIFA videók után. Ott a csel, ott a lehúzom. Taszipót ez. Oké, futunk Staric, azaz. Hát Pisti, eléggé elrobogtál mellettem. Hát ezt nem így kellett volna megoldani. Mindegy, még kaptunk még egy esélyt. Fabregas! Olyan faszán középre ment. Hát ez meg... Hát ez mi volt? Elütött a kapus, és nem is volt szabálytalan. Na jó. Hát ez... Nem tudom, mit csinál ez a játékos, elindult a kapussal tulajdonképpen, hát... És fölé megy, nem hiszem el! Ezt a bal szerencsét! Ott van Silva! Jézusom, Oscar! Fölé csesztük. Ennyi volt, fel is adta. Hát sokáig nem bírta az ellenfelünk. Mindegy, a győzelem megvan. Yeah. Tehát az első meccs után 3 pontunk van a 9. osztályban. Így tovább. Meg is van a következő ellenfelünk, aki nem lesz más, mint Hangover 96. Ez egy nagyon szép kis BBVA csapat tulajdonképpen. Nem rossz. Jó, ez elég jó pozíció. Be kéne kicsit csavarnunk. Ez gyenge. Azt a rohadt! Fernandinho! Nem volt ez rossz, jó van. Ez is kapufa! Persze! De, nem oda akartam dobni, Pisti. Nehogy már, ne. Jó. Na azért ez már szorosabb meccs, mint az előző. Ez már jobb ellenfél. Főleg, ha ilyen kidobásokat csinálok, Jézusom. Nem hiszem el! És pont belerugom a kapusba. És kifogja a kapus! De legalább befújta a szabadrúgás, mert elsodort minket. Na, innen be kell csavarni, gyerekek. Ott is van! Oscar! Gyönyörű! Az előző támadásból, amiből szereztük ezt a szabadrúgást, az volt a legnagyobb hülyeség, hogy lepasszoltam. Futni kellett volna még vele. De nem baj! 1-1! Vagy 1-0. Miről beszélek? Menjen a kontra! Gyerünk! De hogy vesszük át? Jó, még jó. Ott van Staric! Nem. Ó, Courtois! Jézusom, de szép! Tehát fél időben vezetünk 1-0-ra. Jók vagyunk. Hát úgy... Tulajdonképpen elég reális eredmény, mert hát kiegyenlített mérkőzés úgy nagyjából, de azért egy műasznyival jobbak vagyunk. A rohadt életben, de jó passz ez. Courtois! Ezt nem hiszem, ez a kapus, gyerekek. Legendás. Én mondom.
Még nem volt les, ugye? Még nem, nem. Kosta! Nem hiszem! Ne, hát, ez mi? Ez mi? Ez mi? Hoppá! Baszki, nem baj, még megvan. Viccűtem, már nincs meg. Jó, de még megvan. Bum! Még sincs meg. De megvan, nincs meg. Azt a rohadt! Hogy van ekkor a védelembe? Behúzza. Másik irányba, főnök. Erre van a kapu. Nem, ez... Anyád! Kapufa! Jó! Oké! Okay. Egy góllal vezettünk, de volt vagy négy olyan kapufánk, ami... Na, még egy szabadrúgás, elég jó helyről. Nézzük. Ben volt! Oscar! Jézusom! Na erre most kíváncsi vagyok. Persze ez is a rohadt kapufa. Anélkül nem megy. De gyönyörű. Kettő Oscar szabadrúgás góla győztünk. Az igen. Mondjuk nyerhettük volna nyugodtan többel is. Nem volt szerencsék a kapufával ezen a meccsen. Tehát kettő mérkőzés után 6 pontunk van. Jézus! És meg is van a videónk utolsó ellenfele. Kislariu FC. Nagyon szép széria A csapat, ráadásul kettő interes támadóval, Palacioval, illetve Icardival. Csapódott az rendesen. Ez az, jó. Oké, ott a kontra, gyerekek, azaz. Behúzzuk. Bum! Szevasztok! Egy null. Huhu! Fernandinho! Ahaha! Ben láttam én már ezt. Paker! Azaz, nagyon király. Na jó. Már komolyan mondom, meg sem lepődök. Csak ebből a videóból lehetne csinálni egy kapufa montást. És 11-es kaptam. De nem érdekel, mert megint kapufát rúgtam. Na miért kaptam 11-est? Hát nem tudom. Legalább nem kapufa. Az miért esett ott el? Elcsúszott a banánhéjom. Ezt megérdemeltem azért, mert kihagytam a 11-est. Hát fél időben 1-1 az állás. Igazából szerintem jobbak vagyunk. Éppen ezért szeretném megnyerni ezt a meccset, és Sturridge egy kicsit ilyen sérülékenységessége van, szóval inkább biztonság kellett felhozom Falcaót, majd egy picit később, mert azért kellene nekünk az a Sturridge oda. Mondtam, hogy kell a Sturridge! Mekkora gól! Ez az! Újra vezetünk! Pium! Oscar! Boom! Na, a második féltől meglátszik, hogy tényleg jobbak vagyunk, mint az ellenfelünk. Beleért a kapus, nem ment annyira sarokra, de védeni már nem tudta. 4-1.
És 11-es kapunk. Igazából igen, odaállt, leblokkolt. Ezt most úgy bevarrom, mint a szar. Gyerekek. Ez az. Five. Csak piros te legyen. Oh! Hú, kompáni sárgap, ez egyértelmű, nagyon elrontottam ezt a becsúszást. Az a helyzet, hogy nincs pes ez, be kellett fújni. Jó. 5-2. BOOM! Itt van a harmadik meccs vége, 3-ból 3, tehát 9 pontunk van, nagyon jók vagyunk, nagyon ment most a játék. És hát tulajdonképpen akkor találkozunk legközelebb is. Én Lucky voltam, sziasztok!